Kitől tudtad meg, hogy számít rád Kim Rasmussen? Az egyik ismerősöm rám írt egy portálon, és hát üzenetbe kaptam, hogy gratulálok, és én nem tudtam először, hogy mi ez, és utána elküldte a képet, és így tudtam meg. Mik voltak az első gondolataid, vagy milyen érzések támadtak benned? Nagyon jó érzés volt, és szerintem egy hétig fel se fogtam, hogy most tényleg hova fogok kerülni. Nagyon jó volt ez a két nap. Élveztem, mindenki csomó mindent tanított, befogadók voltak, és ahhoz képest szerintem nyújtottam, és hoztam a formámat, amit kellett. Esetleg kaptál valami konkrét visszajelzést Kim Rasmussentől, hogy a jövőt illetően? Nem kaptam, és nem is baj. Ez nagyon jól esett, hogy behívtak, és attól függ, hogy fogom a további meccseket, hogy fogom hozni a teljesítményt, attól fog függeni szerintem, hogy behíve vagy sem. A következő alkalom bizonyításra az a Békés Csaba elleni rangadó lesz, mondhatjuk azt. Milyen mérkőzésre számítasz? Jó küzdés lesz, ugye két hetünk van felkészülni, az első hét már letelt. Nem mondom, hogy ez az edzőmeccs, ez tanulságos volt, de nem így kellett volna ennek történni, hanem mindegy. És a következő hetünk az nagyon kemény lesz, és felkészülünk a Békés Csabára.